Két hét szünet után folytatódnak a bajnoki küzdelmek a férfi NB1-ben. Soron következő ellenfelünk majd a Kecskemét együttese lesz. Pénteken 18 órától lépünk majd pályára a Sereghajtó otthonában. Hogy látod az esélyeket, mire számíthatunk? Egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mivel egy-egy idegenbe utazunk, kettő a Kecskemétnek mi nem sikerült győzni, úgyhogy szerintem őket is nagyon fűti a vágy, hogy végre begyűjthessük az első pontjaikat az első osztályba. Úgyhogy szerintem az egyik legnehezebb meccsünk lesz, ami idén volt, mert rajtunk is egy kisebb fajta teher van azzal, hogy nyernünk kell, hogy mi is tovább gyűjtsük a pontjainkat. Úgyhogy szerintem két nagyon nagy szükségletben lévő csapat csatája lesz, aki mindenképpen meg akarja szerezni a két pontot. Mit gondolsz, mi az, ami eldöntheti a meccset? Hát ez egy nehéz kérdés. A Kecskemét egy nagyon gyorsan futó csapat, nagyon sok lerohanás gólt lőnek, amivel nekünk majd lépést kell tartani, és természetesen vissza is kell jól rendeződnünk, hogy elkerüljük ezeket a gólokat. Szerintem a játéknak a többi elemébe föléjük tudunk nőni, úgyhogy reménykedem benne, hogy ez meg is valósul majd.